sokak által várt, nagy kedvenc, szintén kétszeres világbajnok Gary Anderson, akinek ez az éve nagyon gatya volt, lehet így fogalmazni, mert szegénynek az egész tavasza a gyógytornára és a rehabilitációra ment rá. Nagyon kemény és nagyon komoly hátsérülése volt, aminek aztán az lett a vége, hogy ki kellett hagyni a Premier League szezont. Ennek köszönhetően egyébként, mert hogy aztán ugye semmi nem történik véletlenül címszóval, egy egészen káprázatos kis Premier League szezont tudhattunk le, egy nagyon érdekes, nagyon furcsa szezon, de nagyon jó volt. És hát Gary Anderson meg kb. Fél éve azon dolgozik, hogy minél jobb teljesítménnyel tudjon kirukkolni itt a világbajnokságon. Az első akadályt azt gond nélkül vette, szettet nem bukott. Abszolút várjuk, hogy hogy jön majd a folytatás, mi lesz. Mindenesetre Ryan Searle ellen biztos vagyok benne, hogy nagyon meg fog küzdeni, és nagyon nagyot kell harcolnia a győzelemért. És közben ugye visszajöttek. Vandenberg kezdi tehát, és az előny ebből a szempontból ugye ott van nála, ami azt jelenti, hogy neki elég a saját kezdéseit abszolválni, akkor övi a meccs, és ő megy tovább. De persze Woodhouse-nak azért nyilvánvalóan lesz ez egy-két hozzáfűzni valója, vagy egy-két szava. És kíváncsi vagyok, hogy ezt a dupla 18-at akkor viszi tovább, most ugye összejött. Biztos. Hát konzekvensen dob rá, nincs vele. Hát ki, miben hisz, ez tény, ez egy fontos dolog. Hát nyilván nem az a szegény szerencsétlen szektor tehet lóra, hanem találja el a játékos. Nem az a hibás. Szép, 137. Tripla nélkül. A szép, és a Bull 122-re nem sikerül eltalálni. 117 jön, úgy is kell a tripla, az megjön. 17, és a dupla 20. Az még azért, és a mely is dobja! Brékel egyet Woodhouse. Csak hogy ne legyen olyan egyértelmű a dolog, meg sima. Vandenbergnek bocsánat. És aztán egy tripla ússzal kezd. Most összejött neki a pihenő. Kicsit úgy vissza tudta magát szedni, biztos. De valami nem, tényleg változott, nem stimmel, mert ilyen nagyon kínlódó arcokat vág Woodhouse. De persze lehet, hogy ez is egyfajta kis hadviselés, hogy hadlás az ellenfél nincs jó. Ez nem úgy tűnik. 140. Most azt tudom, hogy baja lenne. Igen. Kilencvenhat pont Woodhouse-tól. Fent hagyta Vandenberget, aki most lehet egy 140. Próbál a nyomába eredni. Tripla megvan. Az meg bizony. Most ráment a 25-re, de nem találta el. Na, 45 pont. Hát így nincs kiszálló. Hát így nincs.
Viszont lerakja magát 32-re. Elsőre. 2-0-ra vezet. Nyilas volt ez a menet. Jött egy kérdés a Hungarian Darts Trophy-val kapcsolatban, hogy a sztárokkal hogy lehet találkozni. Hát úgy, mint bármilyen más néző, sajnos az kell, hogy ki kell jönni ezt meg. Annyi lesz egyébként a különbség, hogy engedélyt kaptunk arra, hogy létre legyen majd hozva egy szektor, ezt jelen pillanatban nem is lehet abban a szektorban jegyet váltani, ahol lesz majd lehetőség olyan jegyvásárlásra valószínűleg, de még nem jött meg a végleges jóváhagyás a PDC Europe-tól, mert egyébként nekik is van olyan versenyük, a European Tour állomások közül kettő, ha jól tudom, Jénában és Rízában, ahol van meet and greet szektor, ami kvázi egy ilyen ultra VIP történet, ahol ugye jóval magasabb jegyárokon lehet a játékosokkal találkozni, de az, hogy most Gary Andersonnal, Rob Cross-szal vagy kivel, azt így előre nem is lehet meghatározni, ezt majd a PDC Europe, illetve a menedzserek le fogják egymással boxolni, és nyilván ott ha valaki oda veszi jegyet, az majd fog tudni a játékosokkal valamilyen szinten találkozni. Az, hogy kivel, az meghatározhatatlan. Amit a kérdező kérdez a szálláshelye kapcsolatban, erre inkább nem is mondok semmit, mert egyrészt szerencsére fogalmam nem lesz, hogy hol laknak a játékosok, mert egy teljesen új rendszert vezetett be a PDC. Nem a rendezőknek a dolga a játékosok szállását intézni. Tehát még ha akarom, akkor sem tudom tudni, hogy hol fognak megszállni a játékosok. Egyébként nehéz lesz nekik, mert Giro Italia hétvége van, illetve Final Four, tehát nem lesz könnyű szállást találni. De közben látod, bejön a dupla 18, ha elhiszi, bejön. 2-1, de módosítja Vandenberg az állást. Ezen kívül meg általában biztonsági emberek vigyáznak a játékosokra, úgyhogy abszolút az ő kényük kedve szerint zajlik az, hogy egyáltalán közelükbe engedik-e a szurkolókat, vagy sem. Úgyhogy erre nem nagyon tudok hivatalos választ adni, mint csak ezt, hogy én magam sem fogom tudni, hogy ki hol lakik. Nekünk csak a lebonyolító személyzettel és a PDC Europe-val kell foglalkoznunk. Ők azok, akik úgymond feladatként vannak kiadva, hogy ő nekik, szerencsére ővelük már minden rendben van. A nehézségek ellenére mindenkinek lesz szállása, a játékosokat viszont nem tudom. Mert innentől kezdve minden versenyre úgy van, nem a szervezők dolga, nem csak Magyarországon, hanem az összes European Tour, illetve egyéb versenyen is a menedzsmenteknek kell intézni. Természetesen van kiajánlás, meg egyebek, de hogy azt igénybe veszik-e vagy sem, ezt nem tudom. No, és akkor egy 140 jön most Woodhouse-tól, és azért hátrányban van ám első pályáról. És a Vandenberg most dob két jó leget, akkor akár mégis el is döntheti a meccset. 92 dobás. 176, ugye ez nem kiszálló, de a Woodhouse le tud menni kiszállóra, és ez a tripla nagyon kell hozzá. Valószínűleg le is fog menni, igen. 143. A gyerekek nem hülyék, szokták mondani erre. 60 jön Vandenbergtől, magas kiszállón marad. Negyvenhét a maradék, 116-ra Vandenberg. Kell a tripla. Meg is jön. Bedobja, és a kedvenc. 18. Az most nem jön. Marad a 18. És a dupla 16-tal szettet hozhat. Az első nincs benne. És bedobja Woodhouse. Szép itt. 3-2.
3-1-re behúzza ezt a szettet, és 3-2-re szépít, bizony. Megy tovább, most már itt a dolog. 90-es átlagon van Luke Woodhouse. És most 37-es. 37%-os kiszállózással. És jól kezd. Jaj, de jól kezd. 140. Vandenberg is folytatja a jó játékot. 139. 94-es átlagon van Vandenberg. Most már rosszabb a kiszállózása, mint Woodhouse-é. Na ez most azért azt a vonulatot erősíti, hogy sikerült feljavulni a Woodhouse-nak ebben a mutatóban. Jön a 19-esen a tripla. 80. És itt is jön a tripla Woodhouse-nál. Kell még egy a kiszállóhoz. Meg is van. 137-139-re megy le. Nem jön a tripla belgánál. Így ő nincs kiszállón. Sőt, hát 6 nyila van Woodhouse-nak, hogy hozza a kezdését. 59. 80 a maradék. Így van. Jó, ott van egy 180. Ez a hetedik a meccsen. És ott van a tripla Woodhouse-nál. Dupla 10 is megvan elsőre. 1-0. És Vandenberg csak egy 57-tel kezdett, nagyon visszaesett a játéka. Woodhouse meg föltámad. 180. Na itt is egy nagy comeback lesz, hogyha ez így folytatódik. Vandenberg visszadobja a 180-at. Ez már a 9. a meccsen. És most? Nem jön. 60. Most aláment, és eléggé betakar neki. Kettő 61-re kell a tripla, nem jön. 58. Most jön a tripla 20 Vandenbergtől. 98-a, 108-ra teszi le magát. 203-ra. Ott van egy tripla. Jön a 133, nem, de 95, ez ő is 108-ra megy le. Hú, mekkora hiba, a szektor hiba, a tripla 7-es, tripla 16 helyett. 50 maradt Vandenbergnek. Ott az első tripla, az jó. Nagyszerű, és marad a 32. Nem találja el Woodhouse, 2-0-ához volt nyila ebben a szedben. Nincsen meg a dupla. Nem dobja meg. Nem találja el a duplákat.
Nagyon visszaesett a kiszállózás a Vandenbergnek. Már csak 32%, bőven 40 fölött mászkált ő végig a meccs első felében. Na, mi történik? Első kettő nem megy be, az utolsó nyíl, a dupla négybe, bedobja! 2-0. Fú. Ennek megint nagyon döntő szett kinézete van. Game on. Jön a tripla, 80 pont eddig, 137. Hát itt a már játékos nélkül maradt német szurkolók. Szomszéd várnak, szurkolhatnak Belgiumnak. Negyedik nincs meg. Az ötödik az lent van már alul, és gyönyörű két triplás. Nem jön tripla Woodhouse-nak. 58 pont. Vandenberg előtt a lehetőség, hogy visszakapaszkodjon ebben a szedben 110-re. Nincs meg a tripla, kell egy sima. A tripla, bocsánat, és így meg. Nagyon jön most, nagyon adja most a dupla 18-at. A kiszállott táblája, és megint dob egy 100 fölött itt Vandenberg. És most már Dimitri Vandenbergnek is 6 darab 100 pluszos kiszállója van. A menedzsere Vandenbergnek. Ott a tripla lenne a 19-esen, még egy gyönyörű, szép játék Woodhouse-tól. Ó, 100-zal 127-re megy, egy kicsit jobb kiszálló, mint a 164. Megvan a tripla 20. Az nincs meg a 18-ason. És az sem. 68 marad. 127-re Woodhouse. Marad. 57. Na, lesz egyenlítés? Hát, simán lehet. Egy nyila lesz rá. És nincs nem meg. Dobja be. Na, ott van Woodhouse. Tehát lesz egyenlítés, valahogy lesz egyenlítés. Igen. De nem mindegy, hogy milyen módon. És hogy hol lesz egyenlítés, a legek arányában, vagy a szettek tekintetében, ez... Hát nem mindegy. Ez nagyon nem mindegy. Na nézzük.
Sima. 20-as és a dupla 16. Nem dobja be ő sem. A dupla 8 az azt jelenti, hogy megmarad az esélye Van den Bernek, hogy behúzza a meccset. De azt dobni kell. Bedobja. 2-2. Hátsó pályáról kéne most nagyot dobnia. A Woodhouse-nak még mindig van esélye. Egy 14-et, 18 nyilasra, egy 12 és egy 17 nyilas válasz jött. Itt megvan nyilván az a képesség, mi akár Van den Bergben is, hogy megrázza magát, és most egy jó leget produkáljon. Hát muszáj is lesz, ahogy nézem. Százassal kezd Woodhouse. Ez nem biztos, hogy elég. Egy tripla. Jó kezd. Még egy. 140. Igen, jó kezdés. Hátsó pályára egy tripla ellen kettőt meg kell dobni, az teljesen rendben van. Woodhouse-nál nincs tripla, 60! Hó! Na és itt az előny. Ezt most realizálhatja a belga. Dobja is a triplát. Aztán egy szektorhiba. 81. Ez csak 81. Úgyhogy ez még nem olyan borzasztó Woodhouse szempontjából, főleg így. 100-as. Itt akár kiszállóra is el lehet jutni. Levált a 19-re, ez jön. Kétszer is! Az igen. Az 134-es, ha lehet így mondani. Igen. Már most... előnyös helyzetben van Woodhouse, meg kapaszkodik. De dob ő egy 140-et. És ez már is jobban néz ki az ő szempontjából. Ez most nagy hiba. És dob egy 60. Ez így 60. 86-ra megy le. 101. Woodhouse 101-re. Kis túlzás, azt kell, hogy ezt ki kell dobnia, és megvan, megvan a tripla. A tripla. 9 is megvan, és a dupla 16-tal egyenlő lehet, nem dobja, nem dobja be. Ki ezt sem. Most meg a meccsért dobhat Van den Berg. Ez a meccsben maradás volt, nagyon feszült hozzátartozók, és most nézzük Van den Berget. Megvan a kettő tripla. 2-32-re a továbbjutásért. Ki kell állni. Bedobja! Elképesztő. Hát igen. The Woodhouse sajnálhatja, mert nagy esélyt szalasztott el. Kiegyenlíthetett volna gond nélkül. No, hát... kedves nézők, véget ért a délután. Nico Kurz, Darren Webster és Luke Woodhouse búcsúzik. És Luke Humphries, Adrian Lewis és Dimitri Van den Berg megy tovább. Este 8 óra pár perckor pedig folytatjuk majd újabb 3 mérkőzéssel. Most gyorsan búcsúzunk. Úgyhogy Lajosnak is köszönöm, önöknek is, és aztán este így van, folytatás. Folytatjuk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!